Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. Arcok és sorsok egyháztörténeti műsorunkat hallhatják. Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket, Sós Viktor vagyok, a műsor szerkesztője. Mai műsorunkban 1950 utáni szerzetes nővérek életút stratégiáiról, helyzetéről, lehetőségeiről hallhatnak beszélgetést Hornyák Mátéval. 1950. szeptemberében hozta meg a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa azt a rendeletet, hogy megvonja a szerzetes rendek működési engedélyét. Kutatva különböző levéltárak anyagait, hogy látja, milyen helyzetbe kerültek ezek a szerzetes nővérek 1950 őszén, milyen lehetőségek, elképzelések, stratégiák bontakoztak ki a nővérek előtt, hiszen volt egy élethivatásuk, szerzetes nővérként akartak Krisztusnak szentelt életet élni, ugyanakkor ezt az akkor fennálló kommunista hatalom nem engedte. Fontos megnézni, hogy a kutatás során a helyszínre került szerzetes nővérek alapján tudtam főleg tapasztalatokat levonni, hogy mik is érték, milyen hatások érték őket a rendek feloszlatása után. Itt először azt kell kiemelni, hogy különböző korú szerzetes nővéreket ért a feloszlatás, amely lényegében rányomta az egész életükre így a bélyegét. Többen már megéltek két határmódosítást. Találhatunk helyszín olyanokat például, akik már szolgálatukat az osztrák-magyar monarchia területén kezdték el. Így például tartunk Lemberg környékieket, Csehország belieket, Alsó-Ausztriából, Tirolból is találhatunk olyan nővéreket, akik még a monarchia idején, az első világháború előtt kerültek Magyarországra, és itt maradtak a két világháború közti időszakban is, és 1945 után sem távoztak hazánk területéről. Ők már nagyon idősek voltak, 80-90 évesek voltak, amikor helyszínre kerültek. De egy hatalmas tudás birtokában voltak. Megállapítható, hogy akik az 50-es évekbe kerültek helyszínre, azok, mivel sok időt igazából el tudtak a rendbe tölteni, világot láttak, nyelveket tanultak, tanfolyamokat jártak ki, egyetemekre jártak, akár nyugati egyetemekre is, például több nővért a Sorbonne-on is tanult, brüsszeli, berlini, bécsi egyetemen, mielőtt helyszínre került volna, hogy egy nagy tudás birtokába jöttek. Akik lényegében egy folyamat eredményeként ezt már nem tudták úgy átadni, ezt a tudást. Találhatunk olyan nővéreket is, akik már lényegében másodszorra elvesztették kapcsolatukat szülőföldjükkel. Sokan Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Dívidékről maradtak a mostani határaink között. Ők fiatalabbak voltak általában. Ők 60-70 évesen kerültek az 1950-es évekbe helyszínre. Érdemes megnézni, hogy ők mit csináltak, amíg helyszínre nem kerültek. Próbáltak egyszer a rendtársaik közelébe maradni. Például 44 szatmári irgalmasrendi nővérből megállapíthatjuk, hogy mintegy 9 fő ment vissza a családjához csak. És ez a 9 fő lényegében 30 év alatti volt. Hogy az idősek igazából már nem mentek vissza, nem is próbáltak se a testvéreikhez visszamenni, hanem próbáltak 4-5-6 fős közösségekben tovább élni. Ha az ország központi területéről származtak, akkor sokszor abban a városban maradtak, például akár Székesfehérváron, ahol addig is szolgáltak. Csak átköltöztek egy másik utcába például. Azonban akik mondjuk a Felvidékről származtak, vagy Kárpátaljáról, próbáltak a határ közelébe menni. Ez például szépen megfigyelhető a Kassáról, Királyhelmecről elszármazottaknál, hogy például Encs Miskolc közelségében próbálnak a kassaiak lényegében letelepedni, ami azt jelentette, hogy azért a Kassa felé folyamatosan megvolt a vasúti összeköttetés. A Királyhelmec környékiek, az Bodrog köz lényegében északi részéről elszármazottak, például Sárospatak, Sátoraljaújhelyen próbáltak
elhelyezkedni, akár tanítóként, házvezetőnőként, amíg helyszínen nem kerültek. És mind az 50-60 évesek, 80 évesek próbálták a fiatalokat is igazából támogatni. Feltehetjük a kérdést, ez miért igazából fontos? Mert a rendi keretek lényegében már nem lehettek olyan erősek hivatalosan. Kisebb közösségekbe éltek, de mégis fontosnak tartották, például úgy, mint a szatmáriak, angol kisasszonyok és a többi rendnél is, az oktatást, hogy azok, akik a rend keretei között szeretnének lényegében a világba élni, azok továbbra is ezt gyakorolhassák, és ezekbe elmélyülhessenek. De itt egy problémával is igazából szembesülnünk kell. Úgyha megnézzük, hogy milyen életutak eredményeképp is jelentek, érkeztek meg a szerzetes nővérek helycélre. Eleinte, hogy már utaltam rá, tehát így a iskolázottabb nővérek kerültek helycélre, de a rendi keretek között hivatalos papírt erről már nem tudtak adni. Így a világban is lényegében nem tudták igazából a rendi végzettségeiket így használni. Legtöbb esetben így megállapítható az, hogy például a helycélre az 50-es, 60-as években még tanult nővérek érkeztek. De azok, akik mondjuk 41-42-be léptek be a rendbe, vagy a második világháború után léptek be, a legtöbb esetben, hogyha 50-ig nem fejezték be lényegében a 8 osztályt, lényegében mint egy kétharmad esetben nem fejezték be. És ez lényegében hatott a nővéri közösség életére is. Másabb lehetőségei voltak egy nővérnek, aki mondjuk franciát taníthatott még az 50-es évek végén is, vagy a 60-as évek elején, vagy egy olyannak, aki lényegében még az általános iskolát se végezte el hivatalosan, hanem csak a rendi keretek között próbált minél jobban helytállni. Abból, hogy milyen idő múlva érkezik valaki helycélre. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Mivel ezek a szeretesek is lényegében nővérek is emberek voltak, és minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben szeretünk változtatni dolgainkon. És ez a nővérekre is igazából nagyon is igaz volt. Mert azok, akik minél hamarabb bekerülhettek egy szeretett szolgálati intézménybe, így helycélre is, ami azt jelenti, hogy 52-től 65 között bekerültek, ők jobban be tudtak illeszkedni egy rendi közösségbe utána. De megállapítható, hogy akik 65 után lényegébe kerültek helycélre, azoknál már a világba eltöltött idő kifejti hatását. Nehezebben tudtak például beilleszkedni. Ami jelzi azt, hogy kitartottak ők, de mégis ott voltak a nehézségek, az egyedüllétnek a problématikái. Hogyan viszonyult a pártállam, az állambiztonság ezekhez a szerzetes nővérekhez, akik megpróbáltak hivatásuk szerint élni, úgy tevékenykedni, ahogy ők arra hivatást, elhivatottságot kaptak, mennyire követték nyomon, figyelték ezeknek a nővéreknek a tevékenységét? Mivel a nővéreket veszélyes személyeknek ítélték, a párt részéről folyamatosan próbálták őket ellenőrizni. Ez az ellenőrzés legtöbbjüknél addig terjedt ki, amíg helycélre nem kerültek. Mert úgy gondolták, hogy aki már helycélre kerül egy szociális otthonba, az már nem nagyon tudhat igazából ellenük aktív ellenhatást kifejteni. Legjobban igazából arra van forrásunk, hogy a
Volt rendtartományfőnököket, házfőnököket, azért próbálta az állambiztonság megfigyelni. Kisebb, nagyobb sikerrel igazából. Meg közülük is, tehát többükről nem tudott az állambiztonság pontos információkat szerezni. Van, akiket folyamatosan nyomon tudott követni, amíg lényegében a világba éltek, az állambiztonság akár 18 évig is, de találhatunk olyan szemét is, aki 10-15 évre is. Lényegében az állambiztonság látóköréből lényegében ki tudott kerülni, és csak akkor kapott az állambiztonság újból róla információt, amikor a hegycei nővérekről egy újabb listát kaptak, hogy most kik is tartózkodnak ottan. Ez jelzi azt, hogy nagyon vegyes volt az állambiztonsággal való kapcsolat is lényegében. Mert többeket információink szerint azért kihallgattak, többször meghurcoltak amiatt, hogy próbáltak a feloszlatás után is, főleg az 50-es években minél jobban közösségeik között maradni. Kisebb, nagyobb sikerrel. Ezt viszont az állambiztonság igazából észrevette, és próbálta hibáiból tanulni. Egyik ilyen, úgy veszük, tapasztalat volt az állambiztonság részéről, hogy az idős nővéreket próbálta békén hagyni. Például azokat, akik még a monarchia idején léptek be a rendbe, velük igazából már nem nagyon próbál az állambiztonság bármilyen szankciót folytatni. Akkor is, hogyha tudták, hogy mondjuk Miskolcon, vagy Kecskeméten, vagy Nyíregyházán mondjuk idegen nyelvi órákat tartottak helycélre való eljutásuk előtt. Ellenben a fiatalok, akik kiképzésére, mint már említettem, nem jutott annyi idő, ő bennük nagyobb lehetőséget látott az állambiztonság. Így volt, aki kit lényegében helycélről is így tudtak megkörnyékezni igazából, de ők is igazából biztatást kaptak a társaiktól, mivel felfedték igazából, hogy most mi történt velük a rendőrségen, hogy ezekből a dolgokból hogyan tudnának kimászni. Mind a két esetben erre információink vannak, illetve a jelentésekből is látszik, hogy próbáltak nem ártani a társaiknak a jelentéseikkel kapcsolatban. Voltak olyan személyek, akik 1950 után nem tudtak illegalitás keretei között maradni, nem tudták, nem akarták tovább a szerzetesi hivatásukat megélni, kiléptek a rendi keretek közül. Hogyan tartották a kapcsolatot, hogyan viszonyultak korábbi rendtársaikhoz? A helyszín készített interjúimban a helybeliek kiemelik, míg az idősek is nagyon emlékeznek rá, hogy folyamatosan kapcsolatban voltak azokkal a nővérekkel, akik mondjuk megházasodtak, akiknek lettek gyermekeik, akik most általában már 50-es éveikbe, 60-as éveikbe járnak, azon személyekkel is sikerült interjúkat készíteni, és elmondják, hogy többször tudják, hogy olyan gyermekekkel játszottak a szeretes nővérek lényegében körül, akiknek tudják, hogy az édesanyjuk előtte szeretes nővér volt. Ami jelzi, hogy ez egy jó viszony volt. Másképp ez nem maradt volna meg annyira a helybeliek emlékezetében sem, és nem kerülne elő az állambiztonsági forrásokban sem ez a problematika, hogy ők is lényegében hiába léptek ki, már a világba éltek, azért évente volt házfőnöküknél, a volt rendtartományfőnökükhöz próbáltak eljutni, és ilyenkor vitték a gyermekeiket is, akiknek minden bizonnyal örültek az apácák. És örültek a volt lényegében rendi feletteseik is. Mert másképp nem nagyon vitték volna a gyermekeiket. És ez lényegében látszik a postaforgalmi könyveken is lényegében, a postai jelentésekben is, hogy folyamatosan küldték a küldeményeket a volt házfőnököknek, a zsentársaiknak. Találhatunk olyan szemét is, akiről tudjuk, hogy a szobatársa lényegében együtt léptek be a rendbe, de a rendtársa a rend keretei között maradt. A másik megházasodott, és folyamatos kapcsolatban voltak, leveleztek egymással, ha például Abaúj-Szántón beteg volt, a kilépett volt szerzes nővének a gyermeke, akkor a rend keretében maradt nővér felült a vonatra a források szerint, és egyből ment segíteni, hogy ápolhassa a gyermekeket, segíthessen a volt rendtársának. Ami jelzi, hogy ez a bensőséges viszony, hogyha megmaradt, és ők ezt támogatták, és nem zárkóztak el azoktól, akik lényegében megházasodtak. Van erre egy másik forrás is. Mivel helycélre 1990-ig idős szeretes nővérek kerülhettek lényegében,
akkor is, hogyha 1985 után már találhatunk olyanokat is, akik nyíbe világi személyek voltak. De a 70-es években is találhatunk már olyan személyeket, akik, hogyha tanulmányozók kikerültek helycére, hogy házas nevük van. Tehát, hogy a férjezett a nevük. És ha ezeket a neveket megvizsgálva, ezt az öt nevet, megállapíthatjuk, hogy volt nővérekről van szó, akik feloszlatás után megházasodtak, gyermekeik lényegében már leérettségiztek, egyetemre jártak, vagy már házasodás küszöbén voltak, mivel megözvegyültek, el kellett dönteniük, hogy igazából merre menjenek tovább az életben. És ilyen személyek közül is többeket visszafogadott a rend. És örömmel van erre forrás, hogy például volt, aki kilépés előtt kántorizált. És helyszín újból kántorizált. Ugyanazt a feladatot engedte számára a rend. És örömmel, hogy azt végezhesse. És ez egyáltalán nem volt igazából olyan kivételes eset. És ő annak ellenére, hogy visszalépett lényegében a rend szorosabb kereteibe, azért nem feledkezett el a, úgy hiszük, a világi családjáról se. Többször van ilyen nővérről forrásunk, hogy látogatta a gyermekeit, unokáit is látogatta, ameddig a testi ereje úgy engedte. És azt hiszem, ez egy olyan dolog, amit minél jobban és jobban érdemes igazából megvizsgálni. Mert az öt szeméből lényegben így a szatmári irgalmas nővér, egy az angol kisasszony, de más rendeknél is lehettek ilyenek. És ezt később érdemes lenne esetleg jobban megvizsgálni, hogy más rendek esetében is ez hogyan tudott működni. Hogy látja ezek a szerzetes nővérek, akik a rendi keretekből ugye kikerültek, nem kaptak működési engedélyt, de mégis próbáltak valamilyen elképzelés, elgondolás szerint szerzetesi életet élni a kommunizmus időszakában azon körülmények között, milyen szerzetesi rendi élethez hasonló életet tudtak élni, mennyire tudták az eszményt, azt a rendi szerzetesi életet megközelíteni, ami nyilván nem a kolostorokban, de volt egyházi intézményekben, vagy különböző más megoldásokban a rendelkezésükre állott. Tehát helyszín 1952-ben jelentek meg az első nővérek. Tehát ők idősek voltak. Ők lényegében ezt az eszményt halálukig végig tudták vinni az intézménybe. És ez egy példa volt azok számára, akik később kerültek be a helycei szociális otthonba, hogy mi az alap, mihez kéne igazából idomulni. Amiatt, mert sok rendből kerültek ide, amely azt jelentette, hogy itt azért a stratégiákról is igazából hatott. Például egy szemlélődő rend, szeretes nővért próbáltak nem egy szobába rakni, mondjuk egy volt főiskolai tanárnővel, aki megszokta azt, hogy a tanárnő hogy folyton beszél, lényegében előadásokat tart, akkor is, hogyha rendi élethez hozzátartozott a szemlélődés, de ez egy más habitust jelentett
aki addig mondjuk 30, 40 vagy 50 évet, vagy akár 60 évet is elvonultan élt a világtól lényegében, az ő kis szobájában is más volt a mentalitása annak, aki tanárként élt. Emiatt próbálták a szobabeosztásokat létrehozni, hogy ez így minél jobban működjön. Így az 50-es, 60-as években ez így eléggé nagyfokúan lényegében át tudták örökíteni a szerzetesi létet ebben a szociális otthon keretében. A problémák azok a 60-es évek végén, 70-es évek első felében viszont egyre jobban jelentkeztek. Meg kell nézni, mi is okozta ezt a problémát. Mivel voltak helyszín olyanok, akik mondjuk 52-től mondjuk akár 74-78-ig is ott éltek, tehát megélve a 102-104-105 évet is. És szellemileg frissek voltak, tehát ők a rendi fegyelmet megkövetelték helyszín. Ám bár az a személy, aki mondjuk 15-20 évet nem olyan szigorú rendi keretek között élt, itt már azért problémákkal találkozunk. Mivel ellenővérek hiába próbálták szeretesi identitásukat megtartani, erősíteni, de mégis egy bizonyos szinten egy lazább szeretesi életet éltek, mint akik hamarabbi évekbe helycére kerültek. Ez egy konfliktust is okozott. A 200 nővér közül mintegy 19 esetben van arra forrásunk, hogy emiatt inkább egy másik otthont kerestek. 19 esetből 15-en próbáltak a Római Katolikus Szeretetszolgálat más intézményébe igazából áthelyezést kérni, hogy hát, ha ott azt a légkört jobban megszokhatnák. Viszont 4 esetben inkább állami intézményt választottak. Ami jelzi, hogy ez nem volt könnyű a nővérek számára. Nem volt könnyű, hogy mi legyen az alap a szeretes nővérek számára egy olyan világban, amikor érezhették, hogy a helyszíni otthon falain túl egy más világ van, egy új világ. Épül a kommunizmus, ők pedig a régi rendszert képviselték továbbra is a falakon belül, és ez folyamatosan megvolt. Ezt próbálták egymás között, egymás biztatva minél jobban igazából megoldani, amelynek eredményeképp lényegében csak egy esetben van arra forrásunk, hogy helyszín már egy nővér kilátástalannak érezte a helyzetét. Azért, mert ő hosszú időt töltött el a világban is, mint egy 19 évet. Mikor helyszínre került, akkor még 6 lényegi berendtársa volt az ő rendjéből, de 3 év alatt egyedül maradt. Ő öngyilkosságot követett lényegében, de úgy veszük, ez egy nagyon kis arány, mert lényegében így akkor 0,5%-uk nyúlt ehhez az eszközhöz. Így elmondhatjuk, hogy azért ez az egymás erősítése a legtöbb esetben, ez pozitívan hatott, és ezt végig tudták csinálni a nővérek. Mai műsorunkban 1950 utáni szerzetes nővéri alternatívákról, a helycére került szerzetes nővérek, a rendi keretekből kikerült nővérek élethelyzetéről hallhattak beszélgetést Hornyák Mátéval. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című egyháztörténeti műsorunkat hallhatták. Búcsúzik Önöktől a technikai munkatárs Honfi Anikó, a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is a műsor szerkesztője Sós Viktor.